Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás április 10-én. Mielőtt kezdenék, szeretnék közölni veletek valamit. A német nyelvű területen, tehát Németországban, Svájcban és Ausztriában dolgozom telefonon keresztül, és ezt évek óta. Most megigényeltem azt, hogy Magyarországon is tudjam a jóslást telefonon keresztül végezni. Ma kaptam egy üzenetet, mégpedig, hogy a mai naptól kezdve telefonon keresztül tudok nektek jósolni. A telefonszámom 06 9 0 9 0 0 9 0 9. Én megismételem. 06 9 0 9 0 0 9 0 9. Ennek a díja percenként 750 forint. Ez nem kevés, viszont ha velem beszéltek, én figyelek mindig arra, hogy ez rövid ideig tartson. Felteszitek a kérdést, én kivetem a nagy lapot, megadom a választ, ez nem tart olyan sokáig, de gyorsan működik. Ezen a díjon keresztül más díjat nem számítanak rá. Tehát ezt ajánlom nektek, naponta tudtok hívni délelőtt 10 órától 23 óráig. És most a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés az lenne, mik a gondolatai, mi foglalkoztatja őt, mik a tervei. Ez a felső kártya megadja rá a választ. Ő nem boldog, valami bosszantja őt, úgy mutatja az arca. És amit a kezében fog, ez egy arany érem, és mutatja az anyagiakat. Az anyagiakon keresztül természetesen a munkát is. Valami nem tetszik neki, olyan bezárkózottnak tűnik a képen. A második kérdés pedig az lenne, milyenek az ő érzései. Mi bepillantunk az ő érzelmi világába. A választ megadja rá ez a kép. A csillagok szerencsét hoznak. Tehát ő nagyon optimizmus, és úgy érzi, hogy jóra fordulnak az események. Ez a híd itt egy átmeneti állapotra utal. Lehet, hogy ez összefüggésben van ezzel a koronavírussal, hogy jelen pillanatban nem megy tovább, félelmei vannak a munkáját illetően, vagy gondjai az anyagiak miatt, de úgy érzi, hogy kijutunk ebből a nehézségből, és minden jóra fog fordulni, ez csupán egy átmeneti állapot. A harmadik kérdés pedig az lenne, milyen lépéseket tesz irányotokban. Ez a kép mutatja a tűz elemét, az a lelkesedés, valami lelkesíti őt, viszont óvatos, figyel jobbra, balra, ki van a közelben, milyen veszély fenyegethet. Ez mutatja az ő jelenlegi tartását és az ő lépéseit. Ez a kártya jelentheti azt is, hogy ő meg van arról győződve, hogy valaki figyel benneteket. Tehát nagyon óvatos. A napi kártyát ez a virág mutatja, ez szerencsét hoz, vagy egy meglepetést, egy ajándékot, vagy egy meghívást. És ez volt a három
kérdőjeles jóslásom. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!